Győrben a megyei kamarában egyeztetett az Északnyugat-Magyarországi Gazdasági Zóna fejlesztési irányairól. Navracsics Tibor kormánybiztos pénteken 9 kamara képviseltette magát a találkozón. Késő nyáron, kora ősszel jöttek létre azok a gazdaságfejlesztési övezetek, amelyek most arra készítették el a gazdaságfejlesztési stratégiáikat, és ezt reményeink szerint egy-két héten belül el fogja a kormány is fogadni, tehát a végső fázisban vagyunk. Valóban az a cél, különösen ennek a régiónak a tekintetében, hogy a Európához felzárkózzunk, azaz nem csupán magyarországi kontextusban fogalmazzuk meg a fejlesztés politikai céljainkat, hiszen akár itt Győrben, akár Győr-Moson-Sopron megyében, de az egész Észak-Dunántúlon az elsődleges viszonyítási pont egyre inkább már Ausztria, illetve a távolabbi délnémet, észak-olasz térségek. És ha kiemelhetek valamit, akkor azt tudnám mondani, hogy igazából amit ez a régió kér, az a versenyképességet alátámasztó támogatások. Elsőben a közlekedési infrastruktúra, amely lehetővé teszi az akadálytalanabb mozgást a térségben, hiszen tudjuk, hogy Győrből lemenni Fehérvárra, Veszprémbe, vagy a térségen belül észak-déli irányba mozogni, azért nagyon időigényes és nem egészen biztonságos utakon történik. Hasonlóképpen a vasútvonalak fejlesztése, tehát a jobb elérhetőség, a jobb megközelíthetőség nagyon fontos. Partneri kapcsolatok kiépítése és a vállalkozások számára igazi, közvetlen testre szabott segítség szükséges, tette hozzá a kormány biztos, bár a koronavírus járvány az élet minden területét megnehezíti, pont ezért van szükség a gazdaság megerősítésére. A beszélgetés optimista hangulatára jellemző, hogy elő sem került a koronavírus. Azt hiszem mindenki úgy gondolja, hogy ha 7 éves távlatban gondolkozunk, akkor ez egy leküzdhető akadály. De teljesen igaza van, a koronavírus járvány annyira átalakíthatja a személyközi kapcsolatainkat, hogy a közvetlen tanácsadást, az együttműködést jelentős mértékben nehezítheti, hiszen egy online tanácsadás azért nem olyan hatékonyságú, mint egy személyes megkeresés. Tehát ebből a szempontból figyelnünk kell az elkövetkező időszak fejleményeit is, mégis alapvetően egy koronavírus járvány előtti normalitásra készülünk, amikor a jövőről gondolkodunk. Az első konkrét javaslatok már elkészültek. Házigazdaként Pintér Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke ismertette az elképzeléseket. Két konkrét javaslattal álltunk elő a kormánybiztos úr felé, hogy tudná ez a 6 megye 9 kamarája mibe tudna segíteni, mibe tudnánk együttműködni. Egyik ilyen fontos terület, hogy ahol a gazdaságban egész nagy lemaradottságunk, a kis és középvállalkozásoknak a termelékenysége, versenyképessége, erre szeretnénk létrehozni egy olyan tanácsadói hálózatot, amely konkrét segítséget nyújt a vállalkozásoknak, és évente meglátogatni a 6 megyébe, most 2400-at tűztünk ki, és 4 év alatt mondjuk majdnem 10 000 vállalkozáshoz oda jutni. A másik javaslat lényege, hogy járási szinten alkalmaznák a gazdaságfejlesztés komplex eszközrendszerét átfogó tervezést követően. Amikben meg azt szeretnénk elérni, hogy járásonként végre már kérdezzük meg a gazdaságfejlesztésben legjobban érdekelteket, a vállalatokat, a vállalkozásokat, és a kamarai önkormányzatok működtessenek olyan hálózatot, amelyik különböző témakörökben kidolgozza a vízió és akciótervet, és ezt rendszeresen tárgyalják meg a járások és a városoknak a képviselőivel, utána összesítsék megyei szinten, és ezek a 6 megyének összesítése meg elkerül a zónába, és akkor ebből lehet egy olyan vízió és akcióterv, amelyiknek a piramis a talpára van állítva, a járás, a megye és a zóna szinten tudna ez működni. A megyei elnök arról is beszélt, hogy valódi hiányterületekbe kellene investálni a forrásokat. Ehhez olyan adatbázis létrehozását javasolta, amely mutatja a KKV-k innovációs potenciáját, hiányterületeit, eszközparkját. Így az igények és szükségletek ismeretében hatékonyabb lehet a forrás felhasználás.